3 éves nyomozás befejezését követően 2014 nyarán elfázott, vezetőbeosztású személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának büntette, és folytatólagosan elkövetett jelentős vagyoni hátrányt okozó üzletkezelés büntette miatt Tóth András elsőrendű a szemben. Az ügyész ismerteti a büntető ügy előzményeit keddi perbeszédében. Az ügyészség vádirata szerint Tóth András Újfehértó volt polgármestere és korábbi országgyűlési képviselő 2008-ban az önkormányzat képviseletében pályázatot nyújtott be a helyi temető rekonstrukciójára és egy futballpálya építésére. A vád szerint a polgármester a munkákra csak meghívásos közbeszerzési eljárást hirdetett, amit a másodrendű vádlott által vezetett cég nyert el, azzal a feltétellel, hogy a vállalkozó a polgármester épülőházánál ingyen végez el különböző munkálatokat, mintegy 1,5 millió forint értékben. Az elsőrendű vádlott védője a tárgyaláson nem fogadta el azt az ügyészi vádat, miszerint a polgármester előre kitervelte volna házának ilyen módon történő felépítését. Ez nem bizonyíték. Nincs rá semmiféle bizonyíték, hogy védencem ezt kitervelte. A munkába egy asztalost is bevontak, aki nehezményezte az általa vélt korrupciót, ezért egy faház gerendái közé egy nejlonzacskóba helyezve beépítette a Kelet-Magyarország egyik számának részletét, valamint egy kézzel írt feljegyzést. A nyomozás során ezeket a központi nyomozó főügyészség a tanú vallomása alapján megtalálta és bűnjelként lefoglalta. Ezek alapján emeltek vádat a polgármester és a cégvezető ellen. Tóth András vádlottat az ellene emelt hivatali vesztegetés elfogadásának büntette, BTK 294 szakasz 1 bekezdés, 2 bekezdés apont, és a folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés büntette, BTK 376 szakasz 1 bekezdés, 4 bekezdés apont, vádja alól felmenti. Másodrendű vádlottat az ellene emelt hivatali vesztegetés büntette, BTK 293 szakasz 1 bekezdés, és a bűnsegédként folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés büntette, BTK 376 szakasz 1 bekezdés, valamint 4 bekezdés apontja vádja alól felmenti. A felmentő ítélet indoklásában a bíróság kifejtette, a tanács nem látta bizonyítottnak a vesztegetés és a hűtlen kezelés elkövetését. A vádhatóság nem tudott igazán erős, közvetlen terhelő bizonyítékokat felmutatni a vádlottak ellen. Az asztalos elrejtett kapszulája ellentmondásos volt, és inkább gyengítette, mint erősítette a vádat. Az ítéletet a vádlottak és védőik tudomásul vették, az ügyész büntetés kiszabásáért nyújtott be fellebbezést, így a per a debreceni ítélőtáblán folytatódik.